Sziasztok! Kristóf a kockás ember, ez pedig nem más, mint a pénteki cset. Ma egy nagyon rendhagyó adás lesz, itt van velem Attila, szia Attila! Hello, sziasztok! És a rendhagyó adás pedig az, hogy itt van egy vadúj megjelent, egyedi különleges készlet, ami a kockasztortól érkezett, amit ezúton is köszönhet nekik, hogy rendelkezésre bocsátottak egy darabot. Azért különleges az mai adás, mert általában ugye készült bemutatókat azt nem pénteken szoktam tenni, hanem inkább beszélgetés van pénteki chat adásban. Viszont ugye ma friss melegében jelent meg ugye a kockasztor kínálatában ez a kis autó, illetve a busz, amiről majd később is láthatok alkotást, ami egyébként Szabolcsnak az alkotása. De most ennél a kis fehér csodánál maradunk, ami egyébként Polish Predator néven fut, szerintem tökéletesen passzol, és Attila kezemunkája, amihez ezúttal is gratulálok. Köszi. Ezért is van itt, hogy kicsit beszélgessünk erről, mit tud, hogyan alakult ki, hogyan indult a kezdete, tehát amit így megosztott velünk, azt mindenképp. Kezdjük először azzal, hogy hogyan alakult ez így ki, hogy a kockasztornak lesz egy készlete. Isten igazából a kockasztor keresett meg, tehát látták a neten, hogy mit művelek, és gondolkodtak abban, hogy esetleg jó ötlet lenne egy egyedi kockasztóros szett, ami exkluzív, tehát ami csak náluk kapható, és hogy akkor találjunk ki valamit, amit így meg is tudok csinálni, meg ami esetleg így a hazai piacon, vagy akár európai piacon egy ilyen érdekesebb történet lehet, és akkor így esett a választás erre a kis gyöngyszemre. Tulajdonképpen ennyi volt, aztán a szokásos tervezési folyamatomnak nekiálltam, ahogy ezt szoktam a sportautóimmal kapcsolatban is. Aztán elkészült digitális verzió, aztán a szokásos tesztverzió, amiben pont mondtam is, hogy volt egy ilyen stresszteszt, hogy így dobáltuk a modellt, meg minden, hogy mennyire bírja, hogy egybe maradjon. Tehát, hogy mint egy általában ismeritek, úgy próbálok stabil modelleket építeni, csak sokkal részletesebbeket, mint amit a Lego kiadna, és itt próbáltam egy olyan középutat megtalálni, hogy a hozzám illő őrültség, de azért szélesebb körben összerakhatóbb legyen, de ugyanúgy stabil, és hogy ez volt a cél, tehát volt egy ilyen teszt, aztán volt hozzá egy összerakási, tehát az összerakási is ugyanúgy az én művem, sőt, büszkén mondhatom, hogy még a dobozterv is, mert erre is felkértek, hogy akkor így egy kézben legyen ez az egész, úgyhogy persze voltak egyeztetési körök, meg hasonló, meg ilyenkor jól jön, hogy én amúgy is a tervezés folyamán úgy szoktam csinálni a marketinget, hogy a digitális modellt beviszem egy ilyen digitális környezetbe, és akkor abból vannak renderek, amit ugye a dobozon lehet látni, hogy egy ilyen kelet-európai környezetbe raktuk bele direkt poénból az autót. Ahogy egyébként való is. Igen, az, hogy emlékszünk is rá. Igen, abszolút. Úgyhogy ez volt a folyamat, aztán ők ugye intézték a darabokat, meg a dobozok gyártását, ugye folyamatos egyeztetés zajlott. És végül most elkészült. És elkészült végre. Egy dolog mozgat, aztán vagy tudsz rá válaszolni, vagy nem, hogy mi pont ő lett kiválasztva. Tehát, hogy mi pont ő és mi pont fehér? Ez a két... A fehér az onnan jön, hogy azért itt figyelembe kell venni azt, hogy itt azért gyártunk valamennyi darabszámot. Ez nem olyan, mint hogy én azt mondom, hogy médium azul színben például csinálok egy Porsche-t, és akkor az egész bolygón van kettő olyan kerékívelem, és az is 40 ezer forint, és soha többet nem lehet. Tehát, hogy egy olyan általánosabb színekre kellett törekedni, amire azért kettő darabnál többet lehet csinálni. Úgyhogy ez volt az egyik. Ami miatt meg engem kerestek meg, leszek annyira nagyképű, hogy azért azt mondom, hogy már 4 éve csinálom az autókat, azt hiszem. Szerintem több, de mindegy. Négy, mert ugye a Cybertruck-kal kezdődött, tehát hogy 4 éve csinálom az autókat, van mögöttem azért tapasztalat, hogy az összerakás. Igen, előtte Space. Igen, nem. Előtte az űrtuccok voltak, úgyhogy és itt kezdtem el összerakást csinálni a Cybertruck-nál, tehát van benne tapasztalatom, és általában voltak visszajelzések, mindent, tehát hogy próbálok arra figyelni, hogy legyen egy jó építési élmény. Ugye, mint egy régebbi videód, azt
meg lehet nézni, a templomokkal kapcsolatban szintén egy úgymond külsős ügyfél, akik megrendeltek egy egyedi modellt, amihez olyan összerakásit kellett csinálni, és olyan modellt kellett csinálni, ami jól néz ki, de elérhető szélesebb körben. Tehát nem az van, hogy csak az ilyen hardcore, ezer éve legózósok tudják összerakni, hanem Pistike bemegy a boltba, meglátja, hogy jó, jól néz ki az autó, neki az kell, hazamegy és össze tudja rakni. És ráadásul azt hiszem 8 pluszosra lőttük be a szettet, tehát hogy azért a gyerekek is... Igen, ez is rajta egyébként. Tehát, hogy ez volt a cél, hogy akár aki idősebb és emlékezni akar, az is össze tudja rakni, vagy a gyereknek megtetszik, ő is össze tudja rakni. Tehát, hogy egy ilyen egyszerűbb építés volt, és ilyenben azért van referenciám, meg tapasztalatom jócskán, a megbeszélésen el is tudom mondani, hogy mihol, merre, hány óra, úgyhogy ez gondolom egy ilyen bizonyos fokú bizalmat adott az ő részükről is. Ez tök értető egyébként, hogy miért téged költek föl, de én arra gondoltam egyébként, igen, hogy miért pont ez a típus. Ja, hogy miért pont ez a típus. Igen, tehát, hát azért is ja, a színen is, hogy mert ugye ez a típust, ha én visszatekerek az emlékeimben, akkor azt mondanám, hogy tan. Tehát tan színben sokkal inkább hozná azt az időköt, mikor ezt a kocsit láttuk az utcán, mint mondjuk a fehérben. Ami egyébként a fehérrel sincs baj, ne értsen félre, csak... Ezzel egyetértek, csak a darabszám nem ért vele egyet. Tehát, hogy ez a tipikus olyan, hogy például ez a kerékív, ez nincsen azt hiszem a homokszínben. Van azt hiszem egy másik fajta, milyen vékonyabb, de az meg ritka. Meg azt hiszem, hogy az csak lapos, nincs a lefele álló része, ott már két darab, tehát hogy kerekenként kettő darabbal több kell, az már mindjárt 8 darab plusz. Tehát, hogy itt azt is nézni kellett, hogy a darabszám se legyen 500 meg 600, mint amit szoktam művelni. Tehát, hogy olyan szín legyen, olyan darabszám legyen, elérhetőség, összerakhatóság, hogy azért ezt meg lehessen oldani. Úgyhogy ezért volt. Okay. Ez a szín, Bilágos. Az pedig, hogy miért ez a modell, mivel Kelet-Európában vagyunk, és a kockasztól is Kelet-Európában van, így nyilvánvalóan olyan autómodelleken gondolkodtunk és indultunk el, ami Kelet-Európában érdekes lehet. Tehát ez pont az AMTS-en is volt hasonló élmény, hogy ha nagyja, aki betér 30-40-es esetleg, olyan autókhoz tud, tehát olyan autókat ismer föl akár Legóból vagy normál esetben, amihez van érzelmi kapcsolata. Tehát, hogy sorolhatnánk egy rakat márkát, ami gyerekkorunkból ugye mindennyiunknak ismerős, és ezeket ismeri föl, hogy jaj, ez az, és akkor azt szeretném otthon magamnak megépíteni hasonló. Tehát, hogyha elindulunk egy ilyennel, az a logikus, hogy tehát egy amerikai izomautó nem nagyon élt volna itt meg. Világos. Oké, okay. Ezért volt. Jó, csak ki... Igen. Nem biztos, hogy ő lett volna az első gondolatom, nekem személy szerint, de tök oké, értem. Jó, kicsit az építésre, már egy picit így kapirgáltuk a felszínt, igen, hogy bárki meg tudja építeni. Ugye most a videó alatt én megépítettem ezt, hiszen én is most frissiben kaptam meg a Kockasztortól, tehát én tényleg egy teljesen full origin verzió került a kezembe, és most meg is építettem. Nyilván én azért már haladóbb szinten vagyok, plusz ugye Attilán az építését már ismerem, hiszen nagyon sok autó már megépült a kezeim között. Nekem nem volt meglepetés, de ettől függetlenül is nagyon egyszerű volt az építés, tehát hogy tényleg azt tudom mondani, hogy van benne izgalmas rész, mert olyan szempontból, hogy nem a megszokott kockákat pakod egymásra, hanem van innen, onnan, meg alulról, meg stb. De szerintem simán azon a szinten van, mármint hogy egyszerűségben, mint ami a gyári készletekben is látunk. Ez már volt pedig, a cél, igen. Már pedig a Speed Champions most a gyári verzióban azért már ott is tartalmaz... Vannak érdekességek, igen. Igen, hogy most már ott is... És egyébként jól esik látni, szóval, hogy egy kicsit valamit trükköznek. Mindig valami újdonsággal. Úgyhogy, ha valakiben felmerül a gondolat, hogy úristen, ez azért valamennyire egyedi, mármint, hogy nem a Lego kezé közül került ki, ugyanaz a könnyedséggel lehet megépíteni, szóval nem fog nehézséget okozni. Ami még szintén érdekes, hogy digitális útmutató van hozzá. Igen. Mert nyilván feltételezheti az ember, hogy esetleg, ha már egy teljes készletet kapok, akkor van benne összerakási is, digitális van. Amint látjátok itt a válóképeken, nagyon izgalmas kis üzenetet kapunk a dobozon belül, és aztán jutunk hozzá a digitális verzióhoz, úgyhogy ezt ott megtaláljátok. Mit tudunk még róla elmondani? Az, ami itt most nem látszik, nem laktunk ide figurákat, de hogy úgy lett megtervezve, tehát a belső térben is vannak részletek, tehát nem csak kívülről néz ki úgy, ahogy ki kell néznie.
kettő figura bele tud menni, és nem haj nélkül, ahogy szoktam szenvedni, mert normálisan hajjal bele lehet rakni két figurát, plusz van benne hely egy kis táskának. Tehát egy ilyen kis családi utazás, az tökéletes autó. Igen, úgyhogy... És ugyanúgy játszható, tehát hogyha valaki esetleg nem a polcra szeretné tenni, hanem mondjuk a többi Speed Champion mellé berakni, akkor szépen ugyanúgy gurul, strapabíró, úgyhogy lehet vele játszani is. Úgyhogy bírja a gyűrődést, úgyhogy hozzá, tehát tényleg néha elgondolkozom, hogy van azt mondani, hogy hozza a LEGO szintjét, az most negatív vagy pozitív gondolat, de abban a szempontból, hogy játszható tudsz, abban a szempontból pozitív, nyilván az egyszerűség, meg hát szóval, hogy azért több, mint egy LEGO készlet, én így hívnám. Jó, szóval meg tudjátok vásárolni ezt a Kozka Store-ban, ami ugye az Arena Plaza-ban található, menjetek el, csapjatok vele, nem tudok én se pontos darabszámot, hogy mennyi fog belőle készülni, tehát nem gondolom, hogy egy limitált szett lenne, de azért, hogyha szeretnétek, akkor mindenképp csatlakozzatok vele. Ára az 18 000 forint, szerintem rendben lévő, és ugye nyilván egy Speed Champion kocsi olcsóbb, ugye az egy 10-es, nem sokkal, de azért ezt gondoljátok bele, hogy míg a LEGO nagyjából könnyedén összekotol némi alkatrészt egy készlet, az azért itt kemény munka van benne, illetve hát ugye ez is, tehát ez sem egy kínai cucc, hanem ez is rendes LEGO alkatrészekből áll. Nyilván nincs rajta dobozon, hiszen a LEGO nem nagyon szívesen adja a nevét, pontosan van úgy a nevét, hogy rákerüljön a dobozra, ugye ezt a templomoknál is látunk. Igen. Ahol ugye a jogászok kommunikáltak egymással, mint a LEGO és a templomos jogászok. Valószínűleg itt is meg volt ez a kommunikáció, tehát ő nem nagyon szereti, hogyha rákerül, azzal nincs baj, hogy LEGO alkatrészekből áll, de ne kerüljön rá a neve egy mód, vagy legalábbis a logója. Tehát egyszer mint száz rendes LEGO-ból elemekből áll, tehát hogy ez szerintem már emeli az értékét legalábbis az én szememben, hogy nem egy kínai cucc. Bár azért persze most nem a kínai sem annyira rosszak, de maradjunk abban, hogy azért a LEGO fanatikusok, mint például én, az jobban örül ennek. Ez ilyen. A buszokról majd később jön videó, tehát hogy most direkt nem akartuk beletenni. Én a Szabit kértem is, hogyha van kedve, akkor jöjjön el és mutassa be a buszokat. Azt mondta, hogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, de ezzel most nem jelenne, úgyhogy majd azt én külön fogom bemutatni. Igyekszem majd azért pótolni őt is, abban a szempontból, hogy elmondja a kérdekességeket, úgyhogy készültek arra a videóra. Neked nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és bemutattad a csodálatos alkotásodat, ezután is gratulálok hozzá. És így a videó végén szeretném megköszönni, hogy megnéztétek ezt a mai videót. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a mai adás. Ha így van, akkor jöhet a like, ezen kívül jött a feliratkozás, és nem csak hozzá, hanem Attilához is. Sőt, a Kozka Store oldalára, hiszen oda is kikerült a kiskocsinak a reklámja, vagy minden, tehát érdemes figyelni. Ők azért gyorsan reagálnak, mint mi, tehát hogy kövessetek figyelemmel, mert új figurák is jöttek, szóval mindenképp őket érdemes követni. Ezen kívül jöttek a kommentek, nagyon kíváncsiak rá, hogy mit szóltok hozzá, mennyire tetszik, fogtok-e vásárolni, stb. Tehát nyugodtan jöttek a kommentek, akár, hogy milyen más kocsit látnátok. Ha esetleg ez a történet így elindul, akkor így a Kozka Store-nak szóljunk, hogy mi az, amit szívesen látnátok még viszont. Úgyhogy ez is jöttek az ötletek. És a következő videói pedig mindenkinek nagyon jó legozást, jók legyetek, sziasztok! Sziasztok!